A gázkazánok cseréje mellett a már meglévő kéményeket is fel kell újítani, vagy egészen másfajta kéményt kell építenie annak, aki szeptember 26-a után szeretné korszerűsíteni a fűtését. Magánszemélyek részére 2016. januárjától válik kötelezővé a szabályozás, ami azt jelenti, hogy egy átlagos családi háznál a kazán cseréje esetén megközelítőleg 150 ezer forintnyi többletköltséget jelent a kémény felújítása. Az Unióban rájöttek arra, hogy a nyílt égéstérű kazánok miatt van a legtöbb mérgezés és halált okozó baleset, ezért az Unióban betiltják az ilyen készülék használatát. A leírat szerint ez év szeptemberétől már a közületeknél csak zárt égéstérőt lehet használni, a lakosságnál pedig január 1-től lehet ilyet használni. Most akinek már van építési engedélye, azokra ez nem vonatkozhat, mivel visszamenőleges jogszabályalkotást nem szabad végezni. Tehát aki hozzánk már beadta a tervbírálatot, és mi lebíráltuk, és azt mondtuk, hogy ez jó lesz, akkor az még megépíthető. Akit ezután fognak beadni, azoknak már mi úgy veszük figyelembe, hogy itt csak zárt égéstérű készülék építetőbe. A kondenzációs kazánok abban különböznek a hagyományos készülékektől, hogy a füstgázból képződő pára a kazán belsejében lecsapódik, így hidegebb füst távozik a kéményen keresztül a szabadba. Így az energia egy része továbbra is felhasználható a helyiségek fűtésére. A hagyományos kazánokhoz hasonlóan az elkészült új típusú fűtésrendszert is évente ellenőrzik a kéményseprők. A kéménynek az átjárhatóságát nézzük meg, ellenőrizzük. Nincs benne fészek, darázsfészek, döglött madártetem. Jó, ez tiszta. Ebben nincs semmi. Ezek után az ellenőrzés részeként a készüléket vizsgálják meg, ahol a szénmonoxid visszaáramlást mérik műszerrel. Elején jön egy kicsi vissza, amikor még beindul a húzat, ameddig meleszik egy kicsit a kémény, olyankor egy picit vitbesik volt, de az még nem veszélyes. De úgy néz ki, az teljesen rendben van. A kondenzációs kazánok jellemzően kétszer annyiba kerülnek, mint a hagyományos készülékek, és átlagosan 3-8 évvel számolható a megtérülési idejük. Ezek után a 20% körüli energia megtakarítással már jelentősen alacsonyabb lehet a fűtési időszak költsége.